Fejlesztés, több daganatos beteget gyógyíthatnak Kaposváron. Baba kiállítás, különleges darabok a Somogyváron nyílt tárlaton. Advent 75. alkalommal mutatják be a Vörsi Betlehemet. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Nőhet az ellátott daganatos betegek száma Kaposváron. A Kaposi Mórogtató Kórház klinikai onkológiai központjában 800 millió forintból fejlesztették az eszközparkot. Az intézmény többek között egy lineáris gyorsítóval gyarapodott, amelynek a daganatos betegek tüneti kezelésében lesz jelentős szerepe. A jelenlegi gyorsító fejlesztésünk, vagy csugártörpés fejlesztésünk egy 800 milliós pályázatnak a végeredménye, és ennek a keretében a jelenlegi intézetben működő 2005 óta működő kettő gyorsító közül az egyik az cserére került. Itt korábban egy majdnem 9 éves analóg gép állt, most ennek a helyére egy teljesen új generációs modern gép került. Hogy ennek ugye mélyre örülünk, ennek több haszna is van. Az első és a legfontosabb, én azt gondolom, az a precizitás és a pontosság. Ez lényegében, ahogy megnézzük, úgy néz ki, mint egy CT, mert az is. Ez gyakorlatilag egy CT-ben integrált gyorsító. 10 évente azért indik lecserélni egy gyorsítót, ez a gép is már csak nem 10 éves volt, és a jelenlegi modern digitális gépek azért kell, hogy egy intézetnek a tulajdonát képezzék, ez a másik oldalon megvan, viszont ez az oldalon még váratott ez magára, úgyhogy ennek is eljött az ideje. Nagyon gyors képalkotásra képes, és nagyon gyors kezelésre. Tehát itt gyakorlatilag a precizitás és a sebesség ötvöződik ebben a gépben. A másik nagy előnye az, hogy az asztal az lesülyeztető, nagyon tág az apertúra, és mivel a betegeinknek a 40-50%-át tüneti kezelések képezik, vagyis nem gyógyító szándékú, hanem a beteg tünetére fokuszál, ezek a betegek panaszosak. Így náluk ugyancsak fontos, hogy minél gyorsabban, minél kényelmesebben kerüljenek az asztalra. Ez is egy fontos ismérve ennek a gyorsítónak. Ez a fejlesztés, ez lényegében három fő fejlesztést akar. Az egyik maga a gépcsere, tehát ő lenne az egyik, amit itt a hátam mögött látnak. A második az a tervezőrendszereknek, tehát a besugárzás tervezőrendszereknek a teljes upgrade-je, megújulása. A harmadik pedig a közelterápiában, a közelterápiás egységnek a cseréje, mert az tényleg 2005-ös, tehát az 2005 óta volt, tehát arra nagy szükség volt. Egyben a közelterápia, ott még a terápiás palettánk is bővül a prostata ultrahang vezérelt közelterápiájával. 2023. december 11-től visszavonásig a Somogy vármegyei Kaposi Mórogtató Kórház hematológiai endokrin anyagcsere és sebészeti osztályán is látogatási tilalmat rendeltek el a vírusos megbetegedések további terjedésének megelőzése céljából, olvasható az intézmény közösségi oldalán. Korábban már a szülészet nőgyógyászati osztály, a kardiológiai osztály, a mozgásszervi rehabilitációs osztály, a klinikai onkológiai osztály sugárterápiás egység és a baleseti sebészeti osztály esetében rendeltek el látogatási tilalmat. A kórház a lakosság a hozzátartozók megértését és türelmét kéri. A Volánbusz munkavállalóinak óriási többsége nem támogatja a bérkövetelések érvényesítésének legradikálisabb módját, olvasható a társaság közleményében. Mint írják, a vasárnap 16 órakor összesített adatok szerint a szakszervezet számításaival ellentétben a munkabeszüntetésben résztvevő autóbuszvezetők száma nem ért el a 700-at, aránya pedig a teljes állományokhoz képest 6%, az advent második vasárnapján dolgozók létszámához képest 22% volt. Ennek alapján az előzetes adatok szerint a nyilvánosságra hozott, esetlegesen nem közlekedő járatok körülbelül 75%-a mégis menetrend szerint közlekedett. Első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal gyűlt össze a Somogy vármegyében működő labdarúgó játékvezetők közössége egy közös cél érdekében. A sporikat a jó szándék vezérelte, és felhívásukra ki a maga lehetőségeihez mérten hozott vagy juttatott el adományokat az összejövetelre. Az adományok többsége tartós élelmiszer, de rengeteg játék és több zsáknyi ruha is összegyűlt, amelyeket a kaposvári és környékbeli rászoruló családok kapnak meg. A rendezvényen összegyűjtött adományokat Baca Barbara, az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári vezetője vette át. Kis Szabolcs, a játékvezető bizottság elnökségének tagja beszédében kiemelte, az adakozás nemes szándéka mellett az is cél volt a kezdeményezéssel, hogy megmutassák, mire képes az összefogás ereje.
Az év kiváló magyar méze a gyékényesi Pálfioszkó méhészet nyári virágméze lett a 14. gyulai méz és mézes kalács fesztiválon. A nektár elnyerte a legjobb vegyes méz kategória fődíját is. A legjobb akácmézet Ballér Róbert készítette Somogyjádon. Fajtaméz kategóriában a kaposmérői Hanze Róbert hársméze diadalmaskodott 2022 után idén is. A verseny felhívására 398 mintát küldtek be idén a méhészek az ország egész területéről. Az első körös zsűrizésből 48 minta jutott tovább a laboratóriumi vizsgálati részre, ahol a termékek víz, pollen, glükóz és fruktóz tartalmát elemezték. Ezt követően az 5 szakemberből álló zsűri a második körben is értékelte a mézeket. Itt olyan értékelési szempontokat figyeltek, mint a tisztaság, a víztartalom, a jellemző szín, a mézfajta szerinti illatjellege, az íz tisztasága, a csomagolás, valamint a harmónia, az összbenyomás, így alakult ki a végső sorrend. Porcelánbaba kollekciójának mintegy 300 darabját mutatja be a somogyvári Récsei Szilvia a Szent László Nemzeti Emlékhelyen. A tárlaton minden játék egyedi, nem találni kettő ugyanolyan babát. Mint a gyűjtő mesélte, bolha piacokon, vásárokban talál rá a legkülönlegesebb darabokra. Ez volt az első baba, amit megláttam egy piacon, és valahogy úgy nézett rám, ahogy ez kell. Ezzel a porcelánbabával indult Récsei Szilvia gyűjteménye. Azóta már 271 darabosra bővült a kollekciója. Ez attól különleges, hogy ennek az egész teste, tehát az egész porcelán baba, a feje, a nyaka forog, és a teste is. A lába, minden, a többinek pedig a teste az ruhából van. Szilvia 15 éve gyűjti a különleges porcelánbabákat, amelyek valaha nem is játéknak készültek. A 19. század környékén jöttek először talán, és igazából az első ilyen porcelánbabákat a női arcokról mintázták, és aztán akkor később kezdődött el a baba fejű babát gyártani, de ezeket igazából nem játékra tervezték, hanem csak így kirakatba. Mára már akkorára bővült Szilvia baba gyűjteménye, hogy otthonában külön helyiségben férnek csak el. Van nekik külön lakrészük már, mert hát eleinte szobámba, aztán azt vettem észre, hogy valahogy kiszorultam a szobámból, és aztán át kellett őket költöztetni egy másik helyiségbe. A somogyvári gyűjtő féltve őrzi porcelánbabáit. Hogyha megvásárolom, vagy kapom őket, akkor azt kell tudni, hogy én teljesen levetköztetem, és kimosom a ruhájukat, a haját megmosom, újra csinálom, illetve hogyha van valami javításra szoruló baba, akkor azt javítom is. Szilvia testvéreivel gyermekként szalvétákat, képeslapokat és rágó gumicsomagolásokat gyűjtöttek, most pedig a porcelánbabák számát növelik. Van vörös hajú baba, van szemüveges baba, van karakterbaba, tehát igen, mindig van egy olyan, amire esetleg vágyik, de egyébként nagyon nem lehet nemet mondani a babáknak, tehát még a kis roncsolt kezű vagy roncsolt lábú is jöhet, úgyhogy mindenevők vagyunk tulajdonképpen. Récsei Szilvia közel 300 darabos porcelánbaba gyűjteménye 2 hétig látható a somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhelyen. Országos akciót tart a rendőrség ezen a héten az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő emberek célzott kiszűrésére, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon. A razziát az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján tartják december 11-e és 17-e között. Tűz ütött ki egy 3 lakásos társasház középső lakásának egyik szobájában szombat éjszaka Kaposváron a Pécsi utcában. A lángokat, amelyek a tetőszerkezetre is átterjedtek, a városhivatásos tűzoltói fékezték meg, majd az egység megbontotta a tetőt is, így tudták eloltani a még izzó részeket. A szomszédos 2 lakást nem érte el a tűz, a kiégett ingatlan azonban lakhatatlanná vált. Az áramszolgáltató leválasztotta az egész épületet a hálózatról, ezért a másik 2 lakásban élő családok ideiglenesen rokonokhoz költöztek. Egy hete advent első vasárnapján láthatta idén először a nagy közönség Európa legnagyobb beltéri Betlehemét Vörsön. A kis településen már 75. alkalommal készítették el a helyiek a bibliai életképet, amelyhez
több köbméter tuját, építőanyagokat és 16 fenyőfát használtak fel. A vörsi Betlehem évről évre egyre népszerűbb, nem csak a környékből, hanem az ország távolabbi pontjairól, de külföldről is felkeresik. Folyamatosan érkeztek a látogatók, egymás után készültek a fotók a vörsi templomban, ahol idén 60 négyzetméteren építették meg a Betlehemet. Keszthelyről érkeztünk, és pont múlt héten láttunk szerintem egy korábbi adást a vörsi Betlehemről, hogy minden évben megrendezünk, illetve meg elkészítik, és akkor úgy gondoltuk a férjem, hogy ma ráérünk, és akkor átjövünk és megnézzük. Sokan visszajáróként tekintik meg Európa legnagyobb beltéri Betlehemét. 17 óta járunk ide. Vagyis hát jövünk, ha tehetjük minden évbe, hanem akkor két évenként. Advent első vasárnapján láthatta először a nagy közönség az idei vörsi Betlehemet. Azóta folyamatosan érkeznek az érdeklődők a Balatonhoz közeli faluba. Az egész rendkívül különleges, de nekem a legjobban azt tetszik a mögöttes gondolat, hogy a vörsi emberek összefognak évről évre, és ha jól tudom, már nyár elejétől erre készülnek. A vörsiek 75 éve készítik el minden advent előtt a Betlehemet. Idén 16-an dolgoztak a bibliai életképen. Az építők mindig igyekeznek újdonságokkal készülni, így volt ez most is. Új elemként a barlang istáluskának ezt az első részét, ez a textil szobrász hölgyel csináltattunk rá ilyen szikla formátumot, és ez fejletszik, ez sokkal jobban látszik az egész istáluska, az egész szent család. Akkor fent a háttérben egy új sziklacsoport készült, egész életület. Simon György közel 20 éve tagja a Betlehem építőcsapatnak. Már november elején megtervezik a látnivalót, amelyet számos alapanyag felhasználásával készítenek el. Körülbelül 3 köbméter tuját, 16 fenyőfát, meg 2,5-3 köbméter közötti építőanyagot, tehát fára gondolok, gerenda, padló, deszka. A vörsi Betlehem január 28-áig látható a falu templomában. Fejlesztés, több daganatos beteget gyógyíthatnak Kaposváron. Baba kiállítás, különleges darabok a Somogyváron nyílt tárlaton. Advent 75. alkalommal mutatják be a vörsi Betlehemet. Híreinket és videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára, valamint YouTube csatornájára kattintva is. Ennyi fért ma esti híradónkba, ha tehetik, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!